Szőlősi vágó László augusztusban. Ekkor vette át rangos magyar állami kitüntetését, a magyar érdemrend lovak keresztje elismerést a magyar kultúra ápolásáért kapta meg. A rangos díjat a Budapesti Néprajzi Múzeumban Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes adta át. Az indoklás szerint szőlősi vágó Lászlót többek között a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségben végzett tevékenységéért illette meg a lovak kereszt. 1992-től a szövetség meg kialakításától kezdve közel két évtizeden át ő volt annak főtitkára. A díj átvételekor azt mondta, meglepte a kitüntetés. Meglepetés volt, nagyon kellemes meglepetés, és, és euh, tudaterősítő meglepetés. Szöllősi Vágó László már augusztusban is beteg volt. A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok idei rendezvényén egészségügyi okok miatt nem vett részt. Szöllősi László 76 éves volt. Temetéséről később értesítik a nyilvánosságot.